És még valamit szerettem volna mondani neked, Luca, most, hogy már így ilyen újdonsült partnerségben vagyunk, hogy én mindig itt leszek neked. Oh, imádom. És hát imádom ezt a cserepet is, úgyhogy menjünk is át a konyhába. Nézzük meg, hogyan készül. Mert hogy vár minket Csermák Dóra. Szia, jó reggelt! Szia, Dóra, jó reggelt! Itt vagyunk, ezt a szöget kicsit odébb dobom. Én imádom, tehát ezek, megláttam ezeket a kis vázák, cserepek, tálkák, és ilyen ezzel nem fut velünk szembe az utcán bárhol. Mesélj egy kicsit róla, hogy pontosan mik ezek a dolgok. Nagyon köszönöm, hát igen, még én sem találkoztam ilyen tárgyakkal. Ugye ezeket klasszikus betonöntési technikával készítem. Klasszikus igen. Betonöntés, álljunk meg itt, ennél a mondatnak pillanatra. Mi az, hogy klasszikus betonöntés? Tehát ezt én értem, az ajzatbetont, azt be tudom húzni, de hogy ez milyen technikával készítem? Igazából ez ugyanúgy készül, tehát... Na, hát nincs benne sóder, tehát azért ne vicceskedjünk, ez homok, vagy valami finom szemcsés anyag, ha jól gondolom. Finom szemcsés homok és cement összekeverésével és vízzel, és utána 48 óráig szárad. És akkor ezt egy formába öntöd, és aztán abból így, mint egy, és már fintig kipattintod a formából? Vagy nagyjából így, igen. De látod, neki te is vágod. Abszolút, igen, én a konyhára, te az építkezésre át tudod emelni ezt a dolgot. És a szíved értem. Igen, látod. Na figyelj, segíteni fogunk, mert hogy visszatérünk majd hozzád hamarosan, de egy kicsit elrod már el nekem, hogy hogyan pattan ki egy fiatal lánynak a fejéből, hogy akkor most veszek egy kis homokot, veszek egy kis betonalapot, és akkor én most betonból fogok itt mindenféle jókat készíteni. Hát igazából onnan jött az ötlet, hogy mindenképpen szerettem volna valami olyan maradandót alkotni, hogy az emberek életébe egy kicsit a természetet be lehessen csempészni, és akkor nézegettem, hogy lehet, hogy esetleg kerámiával dolgoznék, aztán így rátaláltam a betonra, és annyira megtetszett, hogy elkezdtem kísérletezgetni, és utána megszülettek ezek. Állati jó. Viszont látom, hogy itt vannak ilyen kis üzenetek is, itt nagyon, ez is nagyon cuki, például úgy, ahogy vagy. Bridget Jones. Igen. Imádom. Igen, ez hogy van szoknya. Szóval, hogy csoda, ezek nagyon, nagyon aranyosak, de mik vannak még itt? Keresed még üzeneteket? Igen, ez még a nincsenek ezen. Szavak. Nincsenek szavak. Nincsenek szavak. Romantikus üzenet, hát figyelj. Veled álmodtam. Na jó, ezek nagyon-nagyon cukik. Majd eldöntjük, hogy mi miért viszünk haza. Hamarosan visszatérünk, és akkor segítünk egy kicsit, és mi is dekorálunk. Köszönjük, hogy itt vagy velünk.